A szegénység, a társadalmi csoportok leválása, a kiegyensúlyozatlan életkörülmények kérdésköre mindig is aktuális volt. A kérdés az, hogy a jelenlegi gazdasági válság ismét átrendezheti, mélyítheti a közösségek vagy egyes csoportok közötti társadalmi életminőségbeli szakadékot. A témában dr. Rácz Krisztinát, szociológust kérdezzük, a Bábesbolyai Tudományegyetem szociológia tanszékének egyetemi adjunktusát, ám kezdésképp nézzünk néhány aktuális adatot a témában. 2021-ben az Európai Unióban a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett lakosság aránya Romániában, Bulgáriában, Görögországban és Spanyolországban volt a legmagasabb, derült ki az Eurostat szeptember közepén közzétett adataiból. Romániában a lakosság 34%-át, Bulgáriában 32%-át, Görögországban és Spanyolországban egyenként 28%-át fenyegette mély szegénység és társadalmi kirekesztődés. Az ellentétes póluson Csehország, Szlovénia és Finnország helyezkedik el. Ezekben az országokban a lakosság 11-13, illetve 14%-a élt a szegénység és a társadalmi kirekesztődés árnyékában. Az EU területén 2021-ben 95,4 millió személy élt hasonló körülmények között. Ez az összlakosság 21,7%-át jelenti és enyhe növekedést mutat a 2020-ban jegyzett adatokhoz képest, amikor 94,8 millió személy, a lakosság 21,6%-a volt ebben a helyzetben. A 95,4 millió emberből mintegy 5,9 millió, a teljes népesség 1,3%-a élt olyan háztartásban tavaly, amely a szegénység és a társadalmi kirekesztés mint három kockázatának egyszerre volt kitéve. A statisztikai adatok szerint tavaly 73,7 millió embert fenyegetett a szegénység az EU-ban, 27 millió szociálisan hátrányos helyzetben lévő embernek voltak súlyos anyagi problémái, 29,3 millió ember élt alacsony munkaintenzitású háztartásban. Szeretettel köszöntöm tehát Rácz Krisztinát. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Itt nagyon drámai képeket láttunk, nagyon nehéz sorsú emberekről, és azt gondolom, hogy amikor ezeket a képeket látjuk, akkor nem is biztos, hogy azt látjuk, ami ott van. Tehát nagyjából ezeket az embereket úgy tekintjük, mint akik a társadalmon peremén élnek, de valójában az ő munkájuk nagyon is fontos a társadalom fenntartása szempontjából. Nagyon sokszor ők azokat a prekáris, rosszul fizetett, bizonytalan szerződéssel járó munkákat végzik, amelyeket más nem lenne hajlandó, vagy nem lenne ereje elvégezni, pszichikai vagy fizikai ereje elvégezni. Tehát a mély szegénységnek ezek a formái, amelyek legtöbbször térbeli kirekesztettséggel járnak együtt. Történelmi okai vannak itt, hogyha a roma közösségnek a tagjait nézzük, akik sokszor nagyon, nagyon nehéz a testet elfárasztó és elpiszkító munkát végeznek, az ő helyzetük sokszor társul a szimbolikus kirekesztéssel, illetve a fizikai, térbeli kirekesztettséggel. Tehát Románia viszont továbbra is élen jár az ön elmondása szerint is az Európai Unióban, ami, és a képeken is láthattuk, ami a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek helyzetét illeti. De hogyan definiálhatnánk, itt most elhangzott bizonyos társadalmi rétegek szempontjából a szegénységet Románia szempontjából? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos különbséget tenni, és ez sajnos a statisztikákban nem nagyon látszik. Aközött a szegénység között, amely az életútnak egy jellemzője, például amikor egy személyes krízis helyzet áll be, amely megcsökkenti a jövedelmet egy család esetében, és ilyenkor a tágabb közösség, a civil szervezetek, az állami juttatások segíthetnek ennek a nehéz periódusnak a túlélésében, és utána egy jobb szakasz kezdődik a család vagy a személy életében. Viszont amikor mély szegénységről beszélünk, leszakadásról, akkor egy strukturális, egy rendszer szintű változásra van szükség, amely úgy a munkaviszonyoknak a rendezését, a minimálbérnek a meghatározását, illetve a szociális juttatásoknak a helyzetének a változását igényli.
Tehát ez lehet az oka valószínűleg, hogy 10 évhez képest szinte semmit sem változott a jelenlegi helyzet, és ezek tehetők felelőssé egy társadalom elszegényedéséért, az ön elmondása szerint is, és a mélyülő társadalmi szakadékokért. A jövedelmi egyenlőtlenségek a jó és a rossz időkben is egyaránt nőttek, nem csak a szegények és gazdagok közti távolság nőtt, hanem a középréteg tekintetében is változások látszanak. Egy picit beszéljünk erről is, hogy ez a szűk középréteg mely oldalhoz közelít a napokban leginkább? Szerintem fontos megemlíteni, hogy a középrétegnek van egy regionális eloszlása, amely nem egyenlő. Tehát a középréteg nagyjából tömörül egy pár nagyobb városba, viszont az ő személyes életutuk általában egy szegényebb régióba kezdődik. Tehát a gazdaságilag kevésbé jövedelmező régiók vesztenek egy munkaképes, iskolázott, humán erőforrást, hogy így nevezzük ezeket az embereket, és utána ők elkerülnek a nagyobb városokba, és emiatt van egy regionális eltávolodás azok között, akik a középrétegnek tartják magukat, és azok között a régiók között, ahol az ő szüleik élnek talán. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos talán egy regionális szolidaritásról beszélni, hogy hogyan kell segíteni egy egyenlőbb fejlődés Románia esetében. Tehát a romániai magyar közösségek gazdasági életminőségbeli helyzete és perspektívái miként fognak változni? A szegénységet és a társadalmi szakadékot csak mélyíteni fogja most ez a jelenlegi gazdasági helyzet? Az elmúlt 10 évben volt a materiális deprivációnak egy javulása, tehát a három szegénységi dimenzióból a materiális, itt például a lakhatási viszonyokra például, ha erre gondolunk, itt volt egy javulás, viszont ez leginkább a külföldön végzett munkának volt a hozadéka. Hogyha azt nézzük, hogy most mindenféle ár növekedés történik, valószínűleg ez a dimenzió, ami egy picit enyhült Romániába, rosszabbodni fog. Most szerintem nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy a középosztály az egy politikai fogalom, amelynek egy gazdasági megfelelője nem igazán van. Az embereknek vagy egy olyan munkaszerződésük van, ahol a bér, amit kapnak, nagyjából tükrözi az ő általuk elvégzett munkát, vagy egy olyan bérük van, ami talán annál sokkal alacsonyabb. És ilyen szempontból biztosan lehet olyan gazdaságpolitikai reformokat elvégezni, amelyek segítenek annak a rétegnek, amely alacsony jövedelemmel rendelkezik. Például érdemes elgondolkozni a progresszív tax életében, illetve a különböző a társadalmi járuléknak az összegében. Tehát mennyire csökkentik a társadalmi juttatások a szegénységet? Románia ilyen tekintetben hol van más európai országokhoz képest? Tehát a létkörülményeket illetően is különbségek vannak ugye országok és országok között. Igen, tehát ilyen szempontból sajnos Románia nagyon rosszul áll, és leginkább a gyermekszegénység tekintetében. Tehát hogyha átlagban Európa szintén körülbelül a gyermekeknek a 40%-a, akiknek a családja nehéz helyzetben, alacsony jövedelemmel él, el tudja kerülni a szegénységet azért, mert a családjuk részesül különböző társadalmi juttatásokban. Romániában ez az arány sajnos 20% alatt van, és ez a 20%, 15-20%, ez nagyjából így volt a legutóbbi 10 év alatt. Tehát ilyen szempontból egy nagyon fontos kérdés szerintem a társadalmi mobilitásnak a kérdése. Tehát mennyire engedi meg a mostani gazdasági és társadalmi rendszer azt, hogy mély szegénységben élő gyermekek ki tudjanak törni életútjuk folyamán ebből a szegénységi helyzetből, vagy ott maradnak a peremen. És ez annak ellenére van, hogy ők próbálnak iskolába járni, a szüleik próbálják megadni nekik az erre szükséges eszközöket, viszont úgy van felépítve a társadalmi rendszer, hogy nem biztosít elég szolgáltatást, illetve elég
jövedelmet a családoknak, hogy méltóság teljesen, méltányosan neveljék fel gyermekeiket. És most megint a jelenlegi helyzetre térnék vissza egy picit, hogy mit gondol ön arról az emberi magatartásról, ami ugye az újonnan megtapasztalt válsággal csak erősödni látszik, hogy az emberek többsége nem vállalja fel, hogy kevés jövedelmük van, sőt azok, akik ugyanannyit dolgoznak, vagy még többet dupla műszakban, a drágulások következtében azt az életszínvonalat tudják esetleg megengedni maguknak, amit a járvány előtt, bár ugye kétszer annyit dolgoznak. Ez demoralizáló lehet, és inkább hallgatunk róla? Talán nem demoralizációról van itt szó, hanem inkább arról, hogy az emberek nem látják a kiutat. Tehát abban a pillanatban, amikor látnak egy politikai vagy gazdasági eszközt arra, hogy javítsanak a helyzetükön, szerintem akkor emögé tudnak állni, és próbálják majd ezt az eszközt támogatni. Itt gondolhatunk különböző gazdaságpolitikai eszközökre, például arra, hogy azt a jövedelmet, ami adóköteles, az adókötelességet felmentsék egy nagyobb összegre a családosok vagy az egyedülálló, de minimálbérrel vagy nagyon alacsony jövedelemmel rendelkező személyek részére. Tehát erre vannak megoldások, de egyszerűen talán a köztérbe kevésbé nyernek prioritást az erről szóló viták, mert sokszor ezeket technikai vitáknak látjuk, pedig ezek nem csak technikai kérdések, hanem ezek inkább rendszer szintű nézet kérdések. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk így a Szegénység Világnapján erről a témáról, bár ugye nem megnyugtató az elkövetkező időszak, de igaz a tény, amiről ön is többször említést tett, hogy a mély szegénységben élőket fogja ez leginkább ugye érinteni a továbbiakban is. Itt lesznek elmozdulások, de az annak értelmében, hogy a mély szegénységben élők ebből kimozduljanak, még azért várat magára ez a kérdés itt Romániában is főként. Úgyhogy köszönöm szépen mindenképp a beszélgetést. Köszönöm én is.